Az Újpest 1995 novembere óta nem tudta hazai pályán legyőzni a Győrt. Most is ugye nehéz volt a helyzet, hiszen az Újpest hétközben a már sokat emlegetett Magyar Kupa mérkőzésen hosszabbításos meccset játszott a Debrecen ellen. Ráadásul a Győr kitűnő formában van, hiszen tavasszal 7 pontot szerzett Garami József csapata. A fehérmezes Győr támad a Megyeri úton. Kenesei a labdával, Tamási szereli, de röviden, Vasas szúrja rá, fölé megy. Unzó, Tamási is előre húzódik, Dvéri a 16-os csücskénél, Posza, gyönyörű mozdulattal véd. Remek lövés küldött kapura az újpesti irányító. Itt pedig Herceg eladja a labdát. Indulnak a győriek, Baumgartner. Elől csak Kenesei, felé száll a labda, lővel versenyfutás, Kenesei már lépés előnyben és vezet a Győr. A 38. percben 1-0 a vendégek javára. Az indítás pillanatában Lőv Zsolt még előnyösebb helyzetben volt, mint a támadó. Remek egyébként a kiugratás. Aztán itt némi kézi munka után Kenesei már lépés előnyben és hajszál pontos a gúrítás Bíró Imre mellett. Lesről természetesen szó sem lehetett. Lőv elveszítette ezt a párharcot. Villámgyors győri kontra volt. Dvéri indít a második félidő elején. Herceg a jobb oldalon. Vele szemben Stark. Herceg visszateszi a labdát, Tokodi éppen Posza kezébe lő. Farkas emel, Vasas, fölélő most is, akárcsak az első játék részben. Megint újpesti támadás. Tokodi és Posza. Gyönyörű szép fejes volt. A védés pedig egészen szenzációs. Tokodi megelőzi Vasast, Posza azonban résen van. Urbán harcol a labdáért. Visszakapja. Egyelőre csak Immelámmal támadják a győriek. Még mindig Urbán. Ez nagyszerű labda, Orescsuk. Egyenlít. Az 58. percben 1-1. Urbán Flórián harcosságát és helyzetfelismerését dicséri elsősorban a gól. De nagyszerű volt Orescsuk emelése is. Posza jön, de természetesen tehetetlen ez ellen a mozdulat ellen. Herceg pörgette tovább a labdát, Orescsuk pedig a legjobb megoldást választotta. Íme Herceg perdítése, és a mozdulat, amely egyenlítést jelentett az Újpest számára. Urbán megint. Dvéri nem teszi vissza, inkább lő, Posza. Tokodi még középre tehetné, szöglet a vége. Dvéri Zsolt második próbálkozással találkozom, Posza most is védett. Vasas. Pest rúgott luftot, Vasas becsapja Pestet, jobbal emel. A jobb láb ebben az esetben a rosszabb volt, hiszen Vasas ballábas. Kenesei. Még mindig nála a labda, de gyatra a lövés. Dvéri nagyon aktív. Középre teszi a labdát, Herceget azonban megelőzi Böjte. A védő lába előbb ért oda, mint a csatár feje. Pest. Többen is kérik tőle, Orescsuk fordul be. Ezúttal ront. Egy Dvéri szabadrúgás még a végére, amely mellé megy. Így marad a végeredmény. 1-1. Kiegyensúlyozott mérkőzés volt. Mindkét csapat kiadta magából körülbelül amennyire képes volt. A két gólon kívül mindkét kapu előtt volt még lehetőség, amik azonban kimaradtak. Így aztán a mérkőzést, a döntetlent reálisnak tartom. Úgy fogalmazhatnék a mérkőzés végén, hogy minden megvolt ezen a meccsünkön, csak a győzelem nem volt meg, és hogy miért nem volt meg a győzelem, azt pedig úgy érzem, azért nem, mert
ahhoz, hogy ezt a meccset győzelemre váltsuk, a győztes gólt is megszerezzük, több helyzetet kellett volna kialakítani, függetlenül attól, hogy rengeteg pontrugás volt, tizenvalahány szöglet a javunkra, és rengeteg pontrugás, de igazán nagy helyzetben csak kétszer-háromszor tudtunk kerülni, ez meg kevés volt. Ez volt a 125. mérkőzés, azért van, amit Magyarországon számodra, gondolom azért ennél mindenképpen szebb ünnepre számítottál. Természetesen, hanem csak azért, mert a 125. mérkőzésen volt, hanem azért, mert egy győzelem esetén a harmadik helyet meg tudtuk volna szerezni, és fel tudtunk volna zárkozni az első két csapathoz. Sajnos ez nem sikerült, de hát úgy érzem, hogy nincs veszte semmi. A csapat az nagyon hajtott, nagyon akart, küzdött mindenki, de hát sajnos ez, hogy küzdünk, meg hajtunk, meg akarunk, ez úgy néz ki, hogy egyelőre kevés. Itt minőségi játéka kellene párosulni ennek, és akkor esetleg eredménye lenne. Nem bízok benne, hogy a forma egyre jobb lesz, és jövő héten már tudunk nyerni. Mindenki szeretne bizonyítani, mindenki akar, mindenki megy. Szurkolók nagyon az elvárása, ami természetes, hiszen kedvenc csapatuk, próbálunk menni, akarunk, és elképzelhető, hogy ez egy görcsösségbe csapád, de hát ez nem szabad, ezt ne kéne vetkőzni, ezt a görcsösséget, és nyugodtan kellene játszanunk. Most elkaptuk a fonalat, én úgy érzem, csapattal, és remélem, hogy meg tudjuk tartani ezt a harmadik helyet. Nagyon nehéz lesz ez a bajnokság, kijelzettek a mérkőzések, látszott a mai mérkőzésen is, küzdelmes meccsek vannak, és hát remélem, hogy jó lövés is ugyanúgy fog menni tovább.